Hello, szia Baluka! Megyünk? Na, látom, látom. Hello, hello, várok még kicsit, amíg többen leszünk. Úristen, megsülök. Szia Csoki, szia Kacia, szia Ecak. Hello! Szia Bianca, szia Rozma. Na, szuper, megyünk, oké. Okay. Fú, először is ne haragudjatok. Borzasztóan leégett a fejem, mint látjátok, az orrom, illetve a homlokom, nagyon fáj is. Szóval brutál mód leégtem pár helyen. Szia Nóri, szia Laura. Bence, miért nincs az alertnek? Op! Szerintem még láttok, de én... Ez most mi? Húha, várjatok! Már nagyon laggolunk. Mármint az alert laggol. Bence, nagyon szépen köszönöm. Ezt ti is így halljátok? Négy részletben ezt az alertet? Szia Zsófi! Hello! Szóval, szia Bence, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem látom, hogy hanyadik, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, az újabb hónapot. Igen, ti is úgy, és hangos, igen, nagyon hangos volt, de most lejjebb vettem. Jó. Szia Tobi, szia Kecske, csak a hang laggolt? Jó, oké. Szia Hani, igen, nekünk is részletekbe jött. Na figyú, én vettem internetet, viszont próbáljuk meg a mai streamet, először is wifi-vel, az itteni wifi-vel, jó? Egyelőre úgy tűnik, hogy jó, viszont arra kérlek titeket, hogy most kivételesen tényleg minden akadásnál szóljatok, mert amint azt látom, hogy már nagyon sok az akadás, átmegyünk a mobilnetre, amit vettem. Szia Little Wall, szia Róka! Szia Miska, szia Kitty! Na, itt vagyok jelenleg, vagyis vagyunk, csak Klau most még nincs mellettem, a szállásom van, mindjárt felszedem. Itt vagyunk Törökországban. Szia Black Sheep! Igen, nagyon leégtem a homlokom, meg az orrom. Hát meg nincs rajtam sem, szóval a többi van kicsit ilyen pötyi, amíg tudjátok, vannak a alapból az asszon. Szia Jászmin, nagyon szépen köszönöm a szával, szia Lucus! Prémium töröknek. Amúgy nagyon jó is, hogy az egész területem. Dávid, nagyon-nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Köszi szépen. Szia Mátéka. Már hiányoztál ti is nekem. Szia Mari, Nógma 8 hely, eszméletlenül régen voltam. Ez Nógma 8 LMBTQ. Már kezdek kifogyni a jobbnál jobb szövetekből, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy vagy Nógma 8 kis. Nagyon ciki vagy, Dávid. Köszönöm szépen. Való, köszönöm szépen a 100 bitet. Jól néz ki a ruhát. Köszönöm szépen, amúgy ez olyan ruha, hogy így kicsit így megőrülök le a szemed. Kap papréd. Fú, amúgy nagyon melegen van. Na, szóval minden újonnan jövőnek. Sziasztok, sziasztok. Törökországban vagyunk Klauval. Most itt nyaralunk egy, hát itt szűk egy hetet. És igazából nem akartam olyan streamet, ahol így fürdünk, meg bikiniben vagyunk, meg ilyesmi, hanem most már így voltunk zuhanyozni, meg volt a napi strandolás, és most megnézzük a naplementét a strandon, utána pedig elmegyünk vacsorázni, szóval gondoltam, ezeket megmutatom nektek. Cuki vagy, Máté? Na, és megmutatom először is a szállodát, ami olyan, amit még nem is láttunk, direkt olyat választottunk Klauval, ami nem egy ilyen hotelkomplexum, hanem olyan a szállás, hogy bejössz, és van egy épület, mögöttem a lobby, és utána pedig ilyen kis színes házak vannak mindenhol, és ott lehet megszállni. Úgyhogy nagyon jó, és különböző utak vannak, olyan, mint egy ilyen kampusz, vagy nem is, mint egy ilyen miniváros. Szóval ezt fogom most először megmutatni nektek. Tehát, hogyha kijöttök a lobbyból, akkor itt balra ilyen kis, nagyon puccos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, esztétikus módon van megcsinálva a bazársor. Vannak itt mindenféle napszemüvegek, itt van egy márkit, ahova kb. Napi szinten járunk Klauval, mert elszakad a papucsom, meg most kifogy a naptej, meg ilyenek. Itt egyébként egy órával később van, azért megy már le a nap. És amúgy, fú, halljátok, állandóan eltévedek, most kicsit elbizonytalanodtam, hogy jó, erre kell menni. Hétfőn megyek Bakonyba táborba, az osztálya, de jó, Kitti, jó szórakozást. Amúgy meséljetek, mi újság, hogy vagytok, nagyon hiányzik már a streamen is, meg ti is. 38. hónap, nagyon szépen köszönöm, Dávid, köszi szépen, szólsz a támogatási időt. Igen, az örülök, hogyha leírjátok nekem, hogy hanyadik hónap, mert ilyenkor azt nem látom én.
szépséges színes házak, a szépséges színes Marie streamében, de cuki, ez a hely, halljátok, valami gyönyörű, és szerintem sokkal jobb, mint hogy van egy ilyen, általában ugye ezek a törökországi, meg egyiptomi, meg hasonló ilyen all-inclusive helyek olyanok, hogy van egy hatalmas nagy hotel, és akkor abban benne egymás után vannak a szobák egymás mellett, és szerintem ez így sokkal hangulatosabb, és eszméletlen a környezet, tehát a növényzet, rengeteg pálma van, rengeteg virág, valami csodálatosan szép. Szia, Dia! Szia, Dragosa! Igen! Attól mindig eltévedek. Téged most leszart egy madár? Végignéztem. Itt végignéztem, olyan volt, mintha kezed meg a tested között ment volna. Nézd át. Hát, de itt, de nincs rajta, de láttam valami fehéret leesni, de nem látom. Ez nagyon vicces. Na, itt vagyunk? Szia, Demator! Szia, Zsani! Na, várjál, megnézem, hogy megy a stream. Elvileg most mennie kéne. Bocsi, husi, mindjárt. Ja, elvileg me... frissítse. Aha, igen, tudjátok léci spamelni, hogy F-öt? Vagy hogy frissítsetek? Szia, Ata! Jó, igen, nagyon-nagyon szép helyen vagyunk. Amúgy sietni kellene napjönti. Nem tudom, láttátok-e, de felszedtük a Cloud közben, útközben. Nagyon szép kis latinos ruhája van. Szia, Viki! Na, úgyhogy... megmutattam nekik az ilyen bazársort, és akkor ilyen kis utak vannak, mutattam, hogy szép kis házak vannak. Bocsi, amúgy konkrétan az történt, hogy mivel... tehát van az egész területen wifi, viszont nem működik annyira jól, nem mindenhol ugyanolyan erős, hát megpróbáltam wifivel, hogy ne kelljen, a, mert az a baj, csak 5G-t tudtam venni, és nagyon félek, hogy nem lesz elég. Ja, csicsa. De mindegy, most kikapcsoltam a wifit, és átmentünk mobilnetre. Kini Legend macskák vannak. Sia! Sia! De akkor most jó mindenkinek, ez a lényeg, ennek örülök. Itt van egy hinta, és ez a fa az egyik kedvencem a helyen, mert ez éjszaka, ez világít ilyen kis mini lampionokkal. És ott van az étterem, oda megyünk majd vacsorázni. Mondd el az embereknek, hogy milyen a kaja. Remek. Igen, az egyetlen negatívum itt, de hát egy ilyen környezetben kitértek el, ja, hogy borzalmas. Csak kenyeret egy hétig. Borzalmas a kaja sajnos, úgyhogy pedig tudjátok, hogy én mindent megeszek, kb. Minden ízlik, de ez még nekem is durva, ami itt van, úgyhogy majd megmutatom nektek, mik vannak. Ibizán nem jó a wifi. Nem is ember, nem is gép, Klau, nekünk a példakép. Oh! Micsoda verset kaptál Dragosától. Köszönöm. Kis békés, kisváros feeling. Hát, csak nem, egy magyar kisváros. Szia, Szájkó. Oh my God, hercegnő Klárám. De, igen. De amúgy, igen, Atta teljesen olyan, mint egy ilyen kis település. Amúgy hallod, most tök sokan ezt kimérelték. Hello, Norton. Where from? Hungry? Yes! Haha, ezt a viccet még sose hallottam, hogy hungry. Klaus, lemegy a nap! Hát szedjed az apró lábaidat. Nagyon gyorsan szedem az apró lábaimat. El! Jaj, nem, Máté! Így leégtem, akik nem látták a stream elejét, ahol megmutattam, a homlokom, az egy tűzpiros Ferrari. Itt van velünk a Jakobson. Tűzpiros Ferrari. Na. Hú, nagyon meleg van, halljátok, minden nap. Otthon most milyen idő van, ma esett, vagy tegnap esett az eső? Jakobson, el ne vigye. Jaj, most lement a nap, mennyi az idő? 8-kor megy le. 7:30? Ja. Na figyelj, itt van neki a Lekert éttermek jobb oldalon. Hát és tegnap kipróbáltunk egy ilyet, hogy szia Bellus, hogy miért is ne.
életem legdurvább gasztronómiai élménye volt. Olyan volt, mint amikor tudjátok, kicsik vagytok, és kimentek az udvarra, és összeszedtek így mindenféle ilyen, legalábbis én csináltam, nem tudom, hogy ti csináltatok-e, ilyen tűleveleket a fáról. Mi történik a kisgyerekkel? Itt egy medence egyébként, általában itt szoktunk medencézni délután. Szóval egy kis tűleveleket, összeszedtek faleveleket, meg mindenféle ilyesmit, és akkor sisázunk ma. Köszi Zsani a feliratkozás, nagyon szépen köszönöm. Igen. És akkor én összekutyultak valamit, tehát ilyesmi volt, szóval ilyen fadarabokat találtam az ételemben, meg fú, majd mutatok nektek képeket, hogyha hazaértem, és akkor otthonról fogok streamelni, mert ez egy nagyon brutális élmény volt. Szia, Klaun! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem látom, hajadik, de már neked 40 valahanyadik. Nagyon szépen köszönöm. Hogy van a fél? Cuki vagy? Olyan két pulyka ember. Pulyka ember? Miért emberek? Hát mert akkorák. Mint egy ember. Cuki vagy, Attila? Sajnos a fül sípolás per zúgás nem múlt el. Ezek vadkacsa, vadréca fajták, vagy mit is olvastam? Ma még nem néztünk ki az ablakon, az komoly. Jól vagyunk, Bianca, hát ilyen helyen ki ne lenne jól. Na és ez a rész, ez délután kajáldaként működik, ugye itt fagyizó van, itt pizzát lehet venni, na ez amúgy, ez az egyetlen finom napközben, és ott pedig ilyen töltött krumplit, és gofrit, és amúgy ez a hely, beleléptem a sárba, ez a hely nem olyan, mint amikor vannak ezek a rollercoaster tycoon, meg ilyenek, és csinálsz egy kajálda helyet, hogy így egymás hegyén hátára így rakod ezeket a büféket, meg pár pad, egy szökélkő középre, és jó az. Nem utogass, mert lemegy a nap. Sietek. És akkor itt van egy csúszdás rész. Gyerekek, én olyan sebességgel jöttem le az összesen, mint hogyha a rakétából lőttek volna ki. És értem, hogy fizika, de azért basszul. Az egyikkel olyan szinten a medence aljára csapódtam, hogy azt hittem, ott fogok meghalni. Én meg megálltam. Megálltam az egy két csúszdán is megálltam közben. Szóval én nagyon lassan mentem, de az egyik, vagy utána kettő a végén nagyon jó volt. Itt az amfiteátrumot is. Itt van balra egy amfiteátrum, ahol minden este szokott lenni valami, várjátok, rosszat mutatok, valamilyen előadás. Mi egyet láttunk egyszer, ami a Wakanda show volt. Tánccal mutatták be a Wakanda első, vagy a Black Panther első részét, és rohadt jó volt. Nagyon ügyesek voltak, egy órán keresztül. Ez mind a szállodán belül van. Egy órán keresztül táncoltak. Wakanda! Ilyen golfkocsik vannak mindenhol. Az itt dolgozók közel közlekednek. És ami tetszik ebben a szállodában, hogy így el van különítve úgymond a gyerekrész. Persze vannak a többi medencében is gyerekek, de hogy így a gyerekeknek van egy külön ilyen kis, hát ilyen óviszerű dolog, játszóház. Látod, nagy sérfelfalanál. Ilyen nagy a tömeg. Amúgy tök érdekes, mert sokan vannak, de ugye akkor az egész hely, hogy nagyon eloszlik, és most azért nem láttok embereket, mert mindenki vacsorázik. Majd a vacsoránál látjátok... Mi miattatok nem eszünk. Majd a vacsoránál látjátok, hogy milyen sokan vannak. De amúgy napközben nagyon szuperül eloszlik, és egyáltalán nem zavaró. Ez melyik szálloda? Eufória az a neve. Eufória Palm Beach, Sida nevezetű város, mert ott egy kurva nagy tigris felfújva. És egy ilyen stég vezet a strandra, és van egy, gondolom, mesterséges kis patak itt. És itt ebben teknősök élnek, megpróbálom nektek megmutatni. Ott vannak, csak nem merek rá zoomolni, mert akkor megőrül a chat, tudjátok. Nem akarok ehhez a telefonhoz hozzányúlni, de ilyen kis bébi teknősök vannak, meg egy csomó halacska. Meg egy kis muskátli. Igen. Mint a sorozat, igen. Már szivárvány mondhatok,
Úgy gondolt, hogy pervetek voltak, szájdájok. Nem voltak igazából, pedig megfogjuk egymás kezét, meg néha pusziszkodunk, de nagyon óvatosan csináljuk természetesen azt a rohadt. Na most kicsit siksek-suk vagyok, mindjárt mondom, hogy mi történik. Igen. Na de, jobbra itt van egy golfpálya, mini golfpálya, de senki nem használja, mert egész nap ráesít a nap. Ott pedig egy rendes golfpálya van. Itt meg szerintem ez egy teniszpálya, vagy röpi. És esténként szoktak lenni bulik itt a bárnál, és ma Jungle Night lesz, amit nem tudtuk, hogy vajon mi lehet. Szia, Grease! Jól van, jó szórakozás, Grease! Szia! Szóval nem tudtam, hogy mi lehet a Jungle Night, és ez. Felfújtak egy csomó állatot, mi a szar? De először is megmutatom, hogy napközben itt van a snack bar. Itt szoktunk kajcsízni, sült krumpli. Osztorol, de konkrétan 3 órája voltunk itt, és ezt azóta fújták fel ezeket. A legjobbkor streamelek. Mi van? Azt a kurva! Hát ez nagyon durva! Ez all inclusive, igen, Dani! Na és ott van a Sunset Lounge, ott szoktunk esténként iszogatni, egy gyönyörű bár, majd megmutatom. Szerintem valami műsor lesz, mert székek is vannak. Igen, tudom, hogy rossz idő van, sajnálom. Mármint, hogy otthon. Jégeső, azta. Miért kellett akkorán? Ma holnap megyünk egy zsippes, egész napos túrára. Holnap lesz egy programunk. Na, és általában a napunk, a napjainknak az eleje az itt szokott zajlani, az első 3 óra. Itt jobb oldalon szoktunk a harmadik vagy negyedik sorba lefeküdni. Persze, ne aggódjál, húsmos. Nagyon szép, igen. Tegnap halljátok, nagyon jó képeket csináltunk, majd megmutatom. Na szóval visszatérve, nem volt semmi diszkrimináció, de szerintem nagyon, azért nagyon óvatosak vagyunk, ami eléggé sajnálatos, szóval sokszor van, hogy legszívesebben így összebújnék a klóval, vagy így összeölelkeznénk, vagy valami, de úgy visszafogom magam, ami elég rossz, de így lopva egy-egy puszi van, meg ilyesmi, és igazából nem volt még. Ilyen szállodában nem hinném egyébként, hogy lenne, de azért jobb félni, mint megijedni. Meg amúgy nagyon sok orosz van. Szakadt az eső este, de most délután is imádom az esőt. Na hát, akkor szuper! Francia tengerpartra mentek? Jó szórakozás, Misi! Milyen gyönyörű ez, húsom! Na csak elcsíptük nektek a naplementét. Na és nézzétek, ott vannak ilyen... Vannak ott olyan részek, amik így külön vannak, és így külön lehet feküdni napközben, és azt szeretném majd hétfőre lefoglalni egy olyat, és akkor ott kicsit így ketten vagyunk, és akkor nem kell emiatt aggódnunk. A recepción nem mondták, de itt mondták, hogy 50 euró. Hát jó lenne, kicsit sok ez az 50 euró. Mert amúgy képzeljétek el, hogy minden más így tök jó. Mármint, hogy itt ugye benne van minden az árba. De hogy például a holnapi program, egy egész napos jeep túra megyünk vízeséshez, lesz kajánk napközben egyszer, és megyünk egy tóhoz is, ahol fürödhetünk, és 7 órán keresztül programozunk, és 12.000 forint, nem, 14.000 forint kettőnknek az egész program, és értünk, jönnek jippel. Hajbeültetés. Igen, nekem is hajbeültetésem volt, kb. Úgy néz ki ez a piros a homlokomnál.
Most 18-án megyünk majd Bécsbe a Feli Mili Parkba, csak te sok már alig várom. De jó, Black Sheep, jó szórakozás. Anyukám volt már az osztályával, és imádta. Szia, Hekike! Két főre, hát az nagyon jó, igen. Halljátok, ez extra gyönyörű. Örülök, hogy amúgy átadja a kamera, néz? Igen. A nap az inkább csak egy paca, de azon kívül nagyon jó. Renki. Ja. Várjátok, már fotózkodás, mi? Jól van, hát ki boldog szülinapot a szülinaposnak, és pusziljuk Májt. Már megint szülinapja van? Kinek? Nem, most nem, valami, ja? Nem nekik van szülinap. Az itt. Igen, kiken. Hányszor tartottok ti egy évben szülinap? Hát ez fullos. Nem is értem, miért csak tegnap jöttünk ki. Naplement. Hogy ők nézik a naplementét, és addig csinálsz jól a pár képet? Mármint, persze. Hogy csak így mellé, hogy én ne látszok, mármint, hogy így a fotót. Értem, tehát hogy csinálok rajta képet, és hogy ne az átszódjon. Hát igen, lerakom őket, képet, és akkor nézek egy timelapse-et. Hideg még. A tenger az amúgy napközben kicsit hideg, ma már amúgy egész jó volt, de tegnap nekem nagyon hideg volt, meg tegnap valamiért nagyon hullámzott, és nagyon kihozta a szemetet, de ma amúgy jobb volt. De itt Törökországban amúgy valamiért, legutóbb is, amikor voltunk, nagyon hullámos volt a víz. Mozog a mozgás? Annyira nem vészes. És tegnap, képzeljétek el, ennek majdnem nekidőltem fotót csinálás közben, és ugye én nem tudok úszni. Nem tud dőlni. Igen, mert azt hittem, hogy stabil. Hova szeretné állni? Hova rakjam őket? Hát ide akarok állni. Akkor ide leraklak titeket kicsit, jó? Legyetek jó. Klaut fotózom. Be ne boruljatok a vízbe. Köszi, Heki. Jó van, Black Sheep. Na. Na, hova állsz? Na, ide állok amúgy. Na, lehet, hogy úgy van. Hú, pont a mozgó lészre raklak titeket, vigyázzatok magatokra. És akkor ugrunk háromra, nem? Nem? Na, most nem látom a kommentjeit, de? Igen, van egy jónak tűnik. Igen, jól látod, hogy állok. Hát, az... Hát, előtt megnézhetjük. Hopp! Most baby. Jó helyre raktad, anyukám! Kapaszkodunk, be ne essünk a vízbe! Szia, experience! Azt mondják, Amúgy ez egy tök szép isztény! Okos! Nagyon mozogtok. A Marci éppen másokat fotóz most. Nem tudom, ki azt mondja nekik, cheese. Jó. Akkor megvagyunk. Ne borítsuk be őket. Várj oda, mert az nem
Sajtok, lányok, milyen visszajövő? Ez alanya? Nem, hanem Side mellett vagyunk. Kizi Galac? Galac Kizi valami. Az. Egész nap megy ez a tosztó zene? A medencénél igen, a beachen nem. Na, mindjárt megkérjük a lányt, hogy csináljon rólunk. Szia Linux, köszi szépen! Igen, nagyon szép. Itt nagyon jól lett, hogy konkrétan így mellettük volt a naplemente. Ja, és mi is úgy csináljuk, álljunk oda, mi is. Oda? Most kapcsolták fel a fényeket, az igen. Adom még egy. Igen, pont amikor csináltuk a közös képeket. Jól van, Blexi. Köszi szépen, hogy itt voltál. Kis gyerekek, titeket csinálj. Őt kerüljük. Hát igen, ez az égeneráció. De megkérjük a csajszit? Aha, kérlek. Of course. Thank you. Azt látom? I will try. Thank you. Makes, make this respect. Yes. Then, so, go. The lights are not as good as yeah. Oh yeah. North one was better. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you though. You're welcome. Na, meg vagyunk. Hát igen, ezek nem lettek jók. Hát ilyen sziluettes. Jó, mondjuk fotó. Én húzogattam nekik a fényt, fényerőt. Jó, mert te fotós vagy. Én, igen. Mennyi időre mentetek? Kedden már megyünk haza. És mikor jöttünk? Új, mi történik a stabilizátorra? Szerdán jöttünk. Szerdán. Aj, nagyon borra. És az a baj, hogy szerdán késő este jöttünk, vagy hát hétre jöttünk ide, szóval összesen 5 teljes napunk van itt, és ebből csak 4-et töltünk itt a szállodában, mert ugye holnap fogunk jippezni. Repülünk! Na kinek mi, hanyas lett a, van aki itt érettségizett? Kinek hanyas lett a matek? Az van fönn, nem? Vagy nem fönt, hanem aki hát bement megnézni. Hát ez tanár függ, hogy ki mikorra javítja ki. Ja. Éhes vagyok, menjünk kajcsizni? Hát úgy kéne végezni, Marci. Nem, Balumán Titi, már öregek vagytok. Igen? Úgy kéne végezni. Hogy a Jungle Parknak az elejére egy ideérjünk. És ez mikor lesz? 2007-ben végeztem. Azta! Nem. 2 gigát amúgy el fog fogyni, de elvileg van még. Most miért ment el a... Ja, most jó, oké. Okay. Azt hittem, elfogyott a mobilnetem, 5 gigát tudtam venni, az volt a max, viszont már 1,5 giga elfogyott, szóval amúgy lehet, hogy nem tudok annyit streamelni, mint szeretnék. Nem tudom, miért állt meg amúgy, mert amúgy nem akadtunk eddig, meg semmi nem volt. Milyen jól csináltam. Te vagy, szép. Most bele nyomhatom. Na menjünk enni, 9-ig van kaja. Nem még lesz még neked. Neked? Fú,
Borzalmas lesz most is a kaja. Ja, volt a repülőút. Amúgy most valamiért extrán szenvedtünk mind a ketten. Hosszúnak tűnt nagyon, meg késett is egy órát a repülő, és nem tudom, én nagyon éhes lettem már az elején, pedig mielőtt, tehát a repülőtéren ettünk, mielőtt felszállt a gép, egy szendvicset, egy ilyen hosszú szendvicset, szóval nem tudom, hogy miért voltam ennyire éhes, úgyhogy eléggé így szenvedtem. Most hátrafelem megyek nektek, hogy még lássátok. Nem tudom, hogy milyen barna vagyok, vagy nézzétek? Nem tudom, most látszik-e, de igen, amúgy barnultunk. A Klaua a kezénél nagyon barnult. A vállunk mind a kettőnknek, meg a hát felső részünk leégett. Meg nekem ugye az arcom. Pedig amúgy 30 faktorossal kentük, és nagyon-nagyon sűrűn kenjük magunkat, nagyon vigyázunk magunkra. Mi a baj a kajával? Hát nagyon nem jó. Kebabföldjén mekibe mentek. De mekibe? Az a baj, hogy azt hinné az ember, hogy tényleg, hogy jó lenne itt valami jó girosz, vagy hogy mondjam, kebab. Ja, nincs üröm, kebab. Ilyesmi. Hol lesz enne? És nincs. Pedig amúgy, ha lenne, az falnám. De nincs. Ilyen nagyon fura keverékek vannak, hogy hús, valami zöldséggel, de valami fura fűszerezéssel. Nagyon furcsa dolgok vannak, és amiket mi ismerünk, tehát hogy ilyen basic kaják, mondjuk a sült krumpli, valahogy annak is más az íze. Mindennek van egy ilyen savanyú, citromos íze, szóval itt teljesen más az ízvilág, és voltunk már egyszer Törökországban 6 évvel ezelőtt, és az ott sokkal jobb volt a kaja, mert valahogy így jobban a mi szájízünkre volt. Tehát, hogy ott nem tudom, jobban főztek, vagy más volt az alapanyag, vagy én nem tudom. Egyiptomban voltunk ugye a csajokkal 4 éve, ott viszont ott ennél is rosszabb volt. Lelőtte a lájvat, úgy tűnik. Ki? Igen, Balú, 6 éve. Igen, nem látod, hogy azt mondja, itt van a King Kong is. Hát ez egy nagy gorilla. Te is akarsz egy ilyen képet? Hát is szerintem megcsinálják. Nem tudom, de ez tényleg nagyon jó. Köszi, Emu. Hát én ezt nagyon jó. Nem lesz videó, Dani. De szerintem ebben a Dani vagy egy kis irónia, vagy kis szarka, vagy hogy mondjam. Az amúgy nagyon jó vlog volt nekem, az tetszett. Mit tettem Törökországban? Aha. Ja. De amúgy ott tényleg jókat ettünk. Ott emlékszem. Na igen, ott az nagyon jó volt. Hány fok van, azt kérdezik. Ja, megnézem. Amúgy nekem nagyon ugrál a nézőszám. Laggolunk azért, vagy? Azt mutatja, hogy 24 fok. De sokkal melegebb. A hőmérzet 25, viszont a páratartalom az 74%. Úristen, ma 40-nek tűnt napközben. Pusztultunk meg. Úristen, ma brutálisan meleg volt. Rerelucus. Vagy mi mentünk el? Szóljatok, ha laggol, vagy megáll. De jó, nézz oda. Na taka. De jó. Szia, virág. Van baklava, csak Klau kóstolta, nagyon... brutális. Nagyon gej volt. Egy ilyen sarkába lecsüptem egy picit, és valami cukorsok. Ez nagyon tetszett, szerintem nagyon ötletesen megoldották ezt, hogy a tengerhez egy ilyen stég vezet, és egy ilyen kis patakkal. Na, akkor most visszamegyünk az étteremhez. Hát srácok, nem tudom, hogy meddig fog tartani az én mobilnetem. Márcsi felmiszára? Persze. Fugrálóra? Olyat amúgy sose csináltam gyerekként sem. Nem lennek azok a kis motorok. De majd, ha jövünk vissza vacsi után, menni fognak. Meg tudom nektek mutatni. Ez ilyen kis búcsúszerűség, ami itt van. Mindenfélét tudnak csinálni a gyerekek. És van egy motor, ami világít és zenél, és nagyon menő a hangja is, és akkor ilyen elektromos. És azzal tudnak dzsalni a gyerekek. Jé, érdekes, Luca. Lehet, hogy nálad volt a nettel gond?
Nagyon vicces, hogy az emberek kinézik a közökből a telefon. Igen, nagyon. Itt nagyon furcsálják a stabilizátort, otthon nem. Na itt vannak ezek a motorok. Olé! Most beviszlek, elviszlek titeket vacsorázni. Én mondtam neked tegnap, igen. Jézus! Most elviszek 77 embert randira, Klaus. 77-en vannak itt. Igen, nekem azt mutatja, de ugrálomul. Amúgy 150 és 77 között, szóval. Nekem le van töltve. Rijad? Az hol van? Linux. Igen, Luce. Mennyit törejtetek? Szerdán jöttünk, kedden megyünk. Lehet tetkót is csináltatni, amúgy az kéne. Szaúd-Arábia fővárosa? És ez mennyire biztonságos egyébként? Mondom, főváros. 7 perce? Akkor tényleg újraindult, akkor igaza van a Lucusnak, nem hazudik. Extrán szép növények vannak. Nagyon gyorsan megy az idő, igen. Nézzétek, hogy leégettek le a hátam. Nagyon gúrva. És ott is van szembe egy bár. Ez nem olyan jó, mint a strandon. Tengerme. Mi van? Ez gerelyhajítás? Ez a... Igen. Jaj, virág, nagyon sajnálom, részvétem. Mindig viszek kókuszolajat nyaralásra, mert fixen leégek akár, hogy is kenem magam, és gyorsan nyugtatja. Mi hoztunk aloe verás cuccot. Ilyen zselés cuccot leégésre, és nagyon jó, mert egyébként nem fáj, csak a homlokom tetejét, hát konkrétan leégett a fejbőröm. És ott fáj egy kicsit, de amúgy nem vészes. Most kaptam egy értesítést, hogy 2 giga elszállt. Sicsúcs! És most csak a stream alatt csak mondom, amióta a streamek fél óra alatt elment 2 giga, 3 giga van még. Ezt nem hittem volna, hogy ennyire gyorsan fog. Hát akkor ez a vacsi kb. De hát utána átmegyünk wifi-re és megnézzük. Szerintem így hát laggolgatni fog, de lehet, hogy valahol tök jó lesz. Jó szórakozás, Dani. Igen, Lucus. Hol szálltatok meg? A Euphoria Palm Beach Hotel Side település mellett. Szóval ez az aloe verás cucc, ez nagyon jó. És nem fáj egyáltalán tőle. Kicsit látom, hogy leégtem, de nem fáj, szóval gondolom a krém miatt. Zselé miatt. Szia, Xevin, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, köszönöm szépen a támogatást. Sokba kerülünk, ha randizol velünk. Igen. 6000 forint volt 5 giga, így a Telekom alkalmazáson vettem meg, csak nem értem, hogy miért nem lehet többet, mert akkor ugye többet vettem volna, mert tudtam, hogy sokba fog. Igen, most meglátjátok, hogy hol vannak az emberek, hogy miért nincsenek, miért nem voltak sokan az utakom. Gyönyörű vagy, Klau, azt írja a virág. Szia, Kett! Köszi szépen! Na, kitartás a vizsgákhoz. Itt még nem is sétáltunk át soha, Klaus. Most amúgy nem vagyok maradva megint a VOD csatornával, van pár IRL stream, amit még nem töltöttem fel. Amint hazamegyek, csinálom. Már a konosok meg vannak vágva, csak még nem töltöttem fel őket. Szia, Húsika! Jó a szobátok? Nagyon jó. Egy kis, amúgy egyszerű, de nagyszerű, meg keveset, az ágyunk nem jó. Na, tehát akkor emberek? Itt vannak az emberek, és itt is van egy medence, de itt még nem voltunk soha, nem fürödtünk itt. Semmi baj, Husika. Nagyon jó, hogy ilyen szélzöld minden. Igen, nagyon-nagyon jó. Én
ezért választottam ezt, mert amúgy ugye Klautól kaptam ezt a nyaralást, de mondta, hogy én választok hotelt, és ezért választottam ezt, mert hogy én már annyira nem szeretem azt, hogy van egy nagy hotel, egy másfél szobák, előtte egy medence és csá, hanem ez sokkal nyugisabb, így meg hangulatosabb. Konosok. Szia, Ramar! Na, hát itt lesz pár ember, remélem bent is lesz netem. Na. Ez itt a vacsora helyszín. Amúgy te lettel egy szabad helyet is bárhol. Igen, de amúgy itt bent is van, meg kint is van. Jó. Akkor most gondolom külön válunk, mert megmutatom a streamnek először körbe. Megyek a kajákat, és utána hozok magamnak valamit. Utána lerakom szerintem a gimbalt, és akkor én elmegyek kajáért. Na kezdem itt. Nagyon furcsa kaják vannak. Jó, amúgy működik rendesen a stream. Kezdjük mondjuk innen. Hát ez csak simán krumplipüré, amiben már nincs is. Van rizs. Hát ez nincs feltüntetve, hogy micsoda, de valami... Amúgy ez ilyen marhapörkölszerűségnek tűnik, amiben padlizsán volt, ez mondjuk elég fura. Hát ez azt írja erre, hogy roasted meatballs. Na hát igen, ilyen finomságok vannak itt. Chick wrap. Ez... Hát mondjuk... Chick. Ebben csajok vannak? Amúgy nem tűnik csirkének. Lehet átverés. Hát ez lazanya volt. Azt mondjuk a Klau azt szerette volna, de elfogyott, de lehet hoznak még. Meg valami zöldségek. Elnézést, eddig sose volt ilyen, hogy így ki vannak fosztva. Most mi van? Foodporn, magyaros pöri. Jó, minden. Köszi szépen. Szia, Rattus. Itt vannak gyümölcsök. Gyümölcsöt amúgy nem merünk enni, mert itt ugye a vizet nem lehet fogyasztani. És félünk, hogy ugye ezeket a gyümölcsöket itteni vízzel locsolják. Szóval Törökországban én nem szoktam gyümölcsöket enni. És akkor itt van... többféle baklava, vagy hát gondolom, hogy ez mind baklava. Ugye az egy török édesség, ami azt hiszem leveles tésztából van, meg pisztácia, meg ilyen magok vannak benne, meg méz, és ilyen nagyon gely az egész. Akkor külön van egy ilyen salátás rész, ami nagyon fura, mert ilyen mindenféle fűszernövények is, vagy nem tudom, ez micsoda vannak. Van citrom is itt, és akkor itt már alapból összekevert saláták is vannak. Viszont hallod, van lazánya, csak pont elfogyott, de ott a szélén. Azt lehet, hogy neked bejönne, nem? Csak nem tudom, feltöltik-e. Jó, nagyon sokan vannak, most várjatok. Szóval itt már előre összekevert szaláták vannak, nagyon-nagyon sok fajta. Ilyen szószok, amikről nem lehet tudni. Random fekete pötty a szószban. Savanyúságok. Ó, most amúgy több savanyúság van. Eddig csak olívabogyó volt, de most van mindenféle. Gyomot is megesztük. Mindig csak gyümit ettem eddig Törökországban, és nem volt semmi. Amúgy én alapból nem vagyok gyümölcsös. A Klau múltkor evett előzőleg, mikor voltunk Törökországban gyümölcsöt, és amúgy neki se lett semmi baja, de jobb félni, mint megijedni. És akkor ez a bácsi, itt szerintem itt csirkét szokott felvágni, és akkor ezt így odaadja a tányérodra. Akkor itt van ilyen pizzaszerű dolog. Mindjárt megmutatom nektek. Mert hát amúgy ez nem is pizza, hülye vagyok, ez ilyen pita. Csak eddig itt pizzaszerű volt, de ez ilyen pita. És ez pedig, mindig lencsét mondok, de mi ez? Hú, nem látjátok. Hogy hívják ezt? Ilyen barna kicsi bogyók, köret. Hogy hívják ezt? Tarhonya, köszi. Igen, de majdnem bulgur.
itt sima tészta van, és akkor hozzá lehet paradicsom szósz rakni. Ja, ez sima rizs. És hú, ez nagyon jól néz ki ez a tészta. De csak annyi van odaírva, hogy paszta, de ez gombás tészta, ahogy látom. Na, azt fogok enni, meg is van a kajám. Az is biztos savanyú lesz, mint minden. Aksin, borsó és répa. És akkor ez bulgur. De úgy van kérve, hogy bulgur rájsz. Úristen, végre van sült krumpli, eddig csak kint volt sült krumpli. Ez meg valami hal. Itt amúgy minden nap más van. Itt tegnap lazac volt, de tegnap előtt meg nuggets. És ez annyi van ideírva, hogy pasty. I'm sorry. Úristen, de agresszív volt ez a nő. Miközben én nyitottam így, oda rakta a kezét, hogy én már most megengedjem el, és akkor most ő akarja kinyitni és kajálni onnan. Burgit! Milyen koktélok vannak? Mindenféle ilyen tequila sunrise, mojito, de amúgy... hát amúgy jók, nagyon sok piát, nagyon sok alkoholt raknak bele, de nagyon édesek. Ez megint csak miért van ilyen sok helyen is? Most itt ugyanaz van. Nem szokott ismétlődni. Most megint ez a roasted meatballs van. Agresszív turista, igen. Nagyon sok agresszív ember van. Ezek ugyanazok, mint az első helyen, ahol körbe mentünk. Ez eddig nem volt, hogy így ismétlődik a dolog. Ez nem is olyan érdekes. Klau! Ja, azt akartam mondani, hogy van sült krumpli, meg savanyúság. És valamit láttam neked, de mit láttam neked? Vagy nem? Ne, vagy lehet, hogy... Ne, csak a krumplit akartam mondani szerintem. Meg gombás tésztát láttam magamnak. Szerintem ehhez egy grillezett rész. Ja igen, még kint van egy grillezős rész, azt is engedhetem. És ez a furcsa rész, ami szerintem a török rész, lehet, hogy török dolgok vannak, vagy én nem tudom. Ezek ilyen kis halak, ez minden ilyen török étteremben, vagy hotelben van. Oroszok? Amúgy az is lehet, mert ők esznek ilyen furcsaságokat. És az ilyen all-inclusive szállodákra jellemző a furcsa díszítés. És ez például mi a faszom? De ez tetszik, ez... Kenyér van alatta. Kenyér? Ennek biztos van indoka, hogy valamit felszívjon. Ez mi lehet? Otthon van a Barbie saláta, lehet, hogy ez az. Eww, brother, eww, ez valami gyilkosság. Ez egy póló. Ez biztos nem tábrázolt, nem életem. Hát igen, itt vannak a furcsaságok, amikből nem szoktunk enni. Azért majd kisünk sírva, hogy mi csoda. Nincs, és ezeket tudja, hogy nap végén ugye kidobják, és ezért ez tökre nem, tehát tök fasságnak tartom. Ez kívánta a díszt. Milyen szép. Szóval ez nagyon-nagyon sok kajapazarlás. Még nem mutattam a sütiket. Azt a ilyen fonott sajt, ezt lehet látni? Kíváncsi ennék a művész gondolataira. Hopp! Bocsi, ez én voltam. Rosszul tartottam. Hát itt most szívesen, ezt gondolom paradicsom, vagy nem tudom, szívesen mondanám nektek, hogy mi micsoda, de nincs kiírva. Szia, de Luigi! Kimegyek, beállok a grilleshez. Jó. Ez mi, ez random show, vagy? Én nem tudom, mi történik, halljátok. Finom a fonott sajt? Na, akkor majd megkóstoljuk. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy a desszerteket nem mutattam még. Hát igen, a desszerteknél sincs kiírva, általában az ilyen helyeken nem nagyon szoktak jók lenni. Én még nem nagyon kóstoltam, ez csak kiforgács akar lenni rajta. Nem, pont itt pakolják a tányérokat, szóval itt most csak gyorsan jövök el. Hát itt nagyon nehéz ennyi ember között streamen. Valami rózsaszín golyó van a tetején. Köszi szépen, Misi!
Ajrant én még nem ettem, vagy ittam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert az a folyékony cucc, de ittam, hogy nagyon sokan azt fogyasztják, és mindenhol hűtőkben a víz mellett ott van az ajram. Én is szeretem Dani, de itt nem jó. Elvileg, Klau azt mondta, de majd én is megkóstolom. Ital. Igen, de kicsit kefíres, nem? De még meg nem ittam, csak azt hallottam. Na, megmutatom nektek a grilles részt. És itt fáj a torkom. A délelőtt is fájt egész délelőtt. Ilyesett, és Zsani. De nem jók, nem finomak. Becsapós, nagyon. Bárki tudja, lehet. Ó, szia, Klaus, találta egy helyet? Szia, cica. Akkor megmutatom nektek a grilles részt, és utána leraklak titeket Klauhoz. És utána hozok magamnak valami kaját. Itt a grilles rész amúgy az a baj, hogy mindig tömve van, és így nagyon nagy sorok vannak. Sorry. Sőt, Rumpi! Hello! Hú, ez amúgy tök jól néz ki. Grilletet, Fusi! Itt grillezik a... Hogy mondják ezt magyarul? Hello! Nagyon szép, hogy mesélnek. Nem teszem be a neve. Szia, Renike! Törökországban vagyunk, Lipcsi. Rablóhús? Amúgy úgy is lehetnénk, de nem arra gondoltam. Itt mire várnak? Erre a szúrzre? Pont azt fogom enni, amit ezek a fiúk. Saslik! Azaz, én arra gondoltam. Csak ez most zöldség nélkül. Na figyú, szóval a fiúknál volt ilyen saslik, meg gombás része. Ezt fogom én is enni, meg most amúgy most tetszik a legjobban a kaja. Na mit hoztál magadnak? Jaj, nem tudom, mi lett, hogy tudtál, amit csináltál. Mi? Ne, szerintem csak túl az a válté. Ne, szöszi, Klau. Leraklak, jó? Úgy nem tudom, hogy ez mi. Nem tudom, milyen hús, de ezt találtam. Igen, ezt, mert annyi volt oda, az volt odaírva, hogy törki. Ez volt? Szóval, hogy... Pulyka hús. Hát igen, de hogy vagy az volt odaírva, hogy Törökország, vagy hogy pulyka. Gondolom, valószínűleg. Gondolom, itt ajtátom őket velük? Veled? Igen. És ide jön hozzám valaki. Ki? Mit mondjak? Ja, mondjuk így nem látod a csetet. Na, figyelj, mindjárt jövök. Nem foglak titeket látni. Hozok kaját, egy 5 perc is itt vagyok. Törökország a kedvenc étterem. Amúgy most van a legjobb kaja szerintem, Klau. Igen, miért mit találtam? A gombás, hát nekem, a gombás tészta, ez a hús nagyon tetszik, amit te is hoztál, meg hogy bent is van kumpli. Majd, ha hoznak le zenét, akkor még hozzuk el. Pont ezt akartam mondani. Jó, köszi! Testőreim, nagyon félek itt egyedül. Amúgy annyira nyugis itt minden, annyira jó. És amúgy képzeljétek el, hogy egész sok magyar van ebben a szállodában, de ők így nem szoktak így köszönni, hogyha hallják, hogy mi esetleg magyarul beszélünk, meg így nem jönnek oda. De ma a parton odajött hozzánk egy
félig szerb, félig magyar bácsi, és mondta, hogy ő már Németországban él évek óta, és mondta, hogy 3 hétre jöttek ide nyaralni, no, úristen, de jó lehet, és akkor mondta, hogy olyan jó hallani magyar hangot, mert hogy Németországban nem sűrűn szakadt, és olyan cuki volt, és tök fura, hogy egyébként pont mondtam a Marinak, hogy a magyarok szerintem is sose jönnének oda hozzánk, hogy de jó itt magyarokat hallani. Köszönöm szépen, de még én nem eszek. Megvárom a harcsikopát. Hát amíg nem jöttünk ki, addig néztem általában az összefoglalókat, meg néha-néha így benéztem a 024-es közvetítésbe, de mostanában az elmúlt napokban nem néztem, ott nincs is. Kamera? Yes, hi. Nem is láttam, hogy mi történik, mert én nem oda néztem, de most pont ott jár nekem a stream. Szóval, hogy ja, az utóbbi napokban nem néztem, szóval nem tudom, mi történik. Annyit tudok, hogy holnap lesz új beköltöző, vagyis hát ilyen beköltöző show, és azt nem tudom, szerintem élőben nem tudjuk nézni, mert itt már egy órával később van, mint ott, és inkább akkor programozunk. Nagyon nem nyomkodtuk így a telónkat, meg semmi ilyesmi, hanem igyekszünk kielvezni a napokat. Aranyos volt amúgy. Jó fejek. Megmondta Marci ma, mert amikor lent voltunk a parton, akkor mondta, hogy hoz öcsit, meg ilyesmi, mert én meg más csináltam. És mondta, hogy most a bárban, ahonnan szoktuk hozni az ilyen sört, meg koktélt, meg ilyesmit, ott egy csávó így hozzászólt magyarul, hogy őt úgy hívják, hogy Attila, és nagyon vicces, már 6 évvel ezelőtt, amikor itt voltunk Törökországban, csak másik helyen. Akkor meg ki csinált nekünk ilyen homokdíszt, az a csávó is ugyanezt mondta, hogy őt is Attilának hívják. Szóval a törökök, akik magyarul tudnak valamennyit, azok előszeretettel választják maguknak az Attila nevet. Igen, aranyosak, meg vannak ilyen animátorok, akik így próbálják győzködni az embereket, hogy menjenek bulizni. Tegnap hívtak minket így a szállodán kívül, de mondtuk, hogy nem szeretnénk kimenni. Mert itt a mellettünk lévő városba lett volna, és akkor vitt volna a transfer, meg hozott volna, de nagyon ki voltunk kurcával. Minden nap végén annyira hullák vagyunk, úgy leszív a víz, meg a nap, meg minden, hogy inkább kidőlünk és alszunk. Szerintem én 4 napja, vagy 3 napja, mióta itt vagyunk, konstans felhorkolom az egész szállat. Kecske, neked miért szász? Mármint én is gondolkoztam rajta, hogy elég bevállalós dolog, hogy így előfizetőkből sorsolnak ki embereket. De én pont azt mondtam a Marcsinak, hogy szerintem volt egy ilyen előválogatás az emberek közül, és akkor utána azok közül sorsoltak. De mivel nem láttam, hogy mostában mi történt, szóval nem tudom, hogy mutattak-e róluk valamit, vagy mi van, mert ugye nem néztem. Milyen a tenger? A tenger meg alap fáraszt. Igen, nyaralás után mindig kell kb. Hát, ja, kb. 2-3 nap, hogy az ember visszaszokjon így a mindennapokba, meg felvegye újra a ritmust. És milyen a tenger? Ez az alapban most. Amúgy nagyon jó. Nagyon jó. Hát tudtuk, hogy milyen lesz, mert... Sorry. Szóval, hogy legutóbb, mikor voltunk, akkor is megtapasztaltuk. Szia! Miért nem ettél még? Vártalak téged. De miért? Ugyanazt hoztad, mint én. Igen, mert kézzed el. Mit találtál? Elfogyott a tésztám. Jaj. De most miért nem szóltál rá? Mondtad, hogy elveszed az ízét oda. Ja, hát azt nem tudtam, hogy a tiédet is elveszi. Vagy nem, itt nem volt. Na mindegy, semmi baj. Bocs. Én azt hittem, hogy nyugodtan nem kellett volna így beszélgetni velük, már mint sorry csak, de hogy hát ehetje volna. Nagyon furának éreztem volna, hogy itt hallgatják, hogy eszek.
Na most már egyél, akkor csak ahonnan evőeszközt kell szereznem. Szia, Ajduka! Semmit, mert csak vizet iszol. Evőeszköz kéne nekem. Na, elfogyott a tészta, amit akartam venni, szóval ugyanezt a húsit, ami gondolom pulyka, bár amúgy diszónak néz ki, szóval nem tudom. Azt hoztam, meg ez a stuffed chick, az volt kiírva, ugye? Olyat hoztam. Nem tudom, valami furcsasággal van törtve a csirke, meg sőt, krumpli, egy kis savanyúság. Egyél a kezeddel! Miről beszélgettetek Klaussal? Köszi, Balú! Az eldögőzött a lábamhoz a macska. Jó éjszakát, hogy mi jó étegyet. Elmaradt a fonott sajt, tényleg, de még megyek vissza, mert remélem még feltöltik a izét. Mennyi az idő? Az a tészta. Töltsék fel azt a tésztát, nekem kell. Vévét beszéltetek ki? Holnap izé. Holnap valami van. Beszavazósor. Lerült, hogy sok az útból, de ezt tudtam. Részeg vagy biztos, Lucus? Köszi, Zsani, köszi, hogy itt voltál. Szia, szia, puszi. Ja, és majonézzel eszem itt a krumplit. Amúgy málik, meg így hozzászoktam a krumpli ízéhez. Majonézzel eszem, mert a ketchup is ilyen nagyon durván savanyú. Úgy, hogy alapból van egy savanykás íze, de itt ilyen savanyú a ketchup. Az komoly. Szerintetek hoz nekem most ez a szennyizét? Ebből eszköz? Ne. Köszönöm. Ez a fura, hogy nincsenek evőeszközök kirakva ebben az étteremben. Most akkor oda ment kérdén csávoltan, és minden csak koszosak vannak. De csak az asztalokon van, de azt, hogyha elhasználják, utána nem nagyon raknak újat. Na most segít a csávó. Szia, M-Gaming! Köszi szépen! Ez mi volt ez az interakció? Nem tudom, de előtt kérdeztem tőle. Nem voltál részek hetek óta, azt a luca. Amúgy jól vagyunk, köszönjük szépen, M-Gaming! Nagyon jól éreztük magunkat. Tessék? Most keres, vagy mit csinál? Igen, nem tudom. Úgy kell kutatni, múltkor is egy fél óráig keresem ebből eszköz. Olyan, mint a Curtin Banks-ed lenne. Lol, tényleg olyan vagy. Ez biztos nem rossz az a hús. Jó, hát úristen, akkor most először mondja valamire, hogy nem rossz. Amiatt itt vagyunk. Kicsit ilyen májkrémízű. Májkrémízű? Aha. Azt mondjuk, nem tudom, nem hangzik annyira jól, de... Ja, jó a hárpanyó. Szia, professzor, neked is! Szia, Nolina! Talált nekünk szerint? Nem tudom. Na most jön. Kíváncsi vagyok. Nagyon remélem, hogy hoznak tésztát, Klau. Megállította beszélgetni egy csávó a pincérünket. Hoztam milyen káposztát. Hajvágással mi lesz? Milyen káposztát? Én is hoztam, ez milyen? Jó, amúgy. Aztán, még egy dologra azt mondta Klau, hogy jó. Megérkeztünk, igen. Thank you. Thank you so much. A kamerában veretnék jövőben is megint. Nézzük ott ki a kamerában? Na nézzük ezt. Mi ez ilyen? Ez mi volt? Ez milyen állat? Felrakta a pali, aztán leszett, és most újra felrakta. Hol tűnt ez az állat? Ez nagyon finom.
Tehát van egy májkrémes beütése. De ez milyen? Ez disznóhús amúgy. Nem. De. Nem. De. Nem. Köszi szépen. Kék atyás. Hát általában ilyenkor nézni szoktak. Ha valakinek nem tetszik, hogy benne van, akkor majd szól, és akkor adél viszont a kamerát. Magyarul. Tényleg, ez egész ilyen. Nem. Azt akartam mondani, hogy magyaros ez a savanyúság, de nem annyira. Halapenyó, brutál. Nem tudom, hogy ez milyen hús. You can take it. Szerintem egy orosz csávó volt. És ilyen sztereotípikus orosz akcentussal beszélt. Is it okay to take this? Úristen, Pava, akkor eszem egy jót? Mondjuk nem egy anya féle kaja. Csillan. Nem egy anya féle kaja, de jó. Jobb, mint addig vagy. Örülök neki. Nagyon várom a dzsungelpartit, basszus. Dzsungelpartit? Ma csak ma. Berúgunk? Még nem rúgtunk be egyszer sem haját. De! Tegnap! Egy sörtől. Fú, halljátok, tegnap a Klangval elmentünk egy elekelt étterembe, és ezt nem mondtam, nem? És annyira rossz volt, és, az, és nagyon éhesek voltunk az elején. És megittunk egy sört, és berúgtunk egy sörtől. Köszi, Szabi, szia! Jön a vonat. Ez nem jó, ez a töltött csík. Nagyon fura. Nagyon rossz. Az volt kérve, hogy stuffed chick. Mi már csak mit betűzgetünk? Megkaptam egy olivabogyót, és ilyen ízt még életemben nem éreztem. Nem ettem még felmosó folyadékot, de szerintem ez bele van mártva. Jézusom, ez méreg, Klau, megkosod? Nem. Úristen, ez most... Te egy halapenyó? Nem hiszem. Ez most nem drámai volt, hanem próbáltam minél hamarabb lenyelni, és nem kiköpni szkímmel. Ha vad vagy, akkor megeszed. Szerintem még sose ettem halapenyót, durva. Nagyon csí. Kibontom neked a vizedet azért. Azt kell tudni rólam, hogy nekem a bors is csíp, és nem bírom a csípőset. De most te megmérkezel? Amúgy egyél hozzá valamit, nem magába, mert úgy nem lesz jó. Csau! Ennyire? Marci. Nem ettem még soha. Nagyon finom amúgy. Mit van körteni? Hát most nem fogok érezni semmit a kajálból. Ez ki, és miért eszi önszántából? Ő nagyon finom. Bebénult a nyelvem, jobb oldala így bizsereg, és a torkom nagyon csíp. Köszönöm a munkám.
De vad vagy, megetted. Ja, tényleg, csináltunk izét. De az nem csípett annyira, nem? Vagy az milyen volt? Töltött? Jalapeño poppers. Ezek annyira, aha, jalapeño poppers. Ezek olyan régen voltak már. Az orosz, hogy a nyelvemet még mindig égeti és bizsereg nagyon. És ez mikor múlik el? Így jár rá, körtelebe. Jó hideg, és elviszi az édességet. Azt írják, hogy a csípős után jobban érzem az ízeket. Az viszont jó. Na. Szia, itt a mama. Te is nekünk. Hogy vagy? Mi újság? Mesélj valamit. Amúgy azt hiszem, hogy mindenki pincérektől rendel. És mi miért nem? Azért, mert lányok vagyunk. Csak csávókhoz mennek oda. Mert megoldások állt a dologra, hát... Még ott a gasztrofesztiválon letiltottam a kártyámat. Még nem rendeltem be az újat, mert utána ugye jöttünk ide. Mert nem menné hirtelen, a stream az azért van, mert elfogyott a mobilnetem. De még mindig ugyanolyan. Így meg ezt mondtam. Oda viszok a nyelvem azon részére egy krumplit, és így ég az a része nyelvemnek utána. Amúgy ez finom ez a körtelés, nem olyan édes. Már megyek úgy is feltölteni. Hm? Igen, köszönöm. Tehet neki. Nekik egy kis jó étvágyat, a vacsoráztok. Voltam úgy otthon bármi történés, amiről nem tudom. Közéletben vagy bármi, amióta itt vagyunk. Nagyon örülök neki, hogy végre a Klaus tud enni valami. A békemenet, azt tudom. Szia, Magykosz, köszönöm szépen. Tényleg, amúgy mondhatjátok nekem, hogy mit kóstolják meg a fonot, vagy hogy ti mit kóstolnak, mert mindenki nagyon tippet, hogy mit kóstolna meg. Mert én nem. Fonot sajtot, majd szojpa munka, hogyha még, majd ha megyek be, meg abból a tésztából akarok enni. Kék sütit hozzak? Majd süteményekből hozhatok érdekesebbeket. Most volt a vita. Milyen vita volt? Szia, Gyurika! Aminek értelme van, olyan nem történt. Most a kecske, siksek-suk. Nagyon fontos, hogy lesz. Én arra gondoltam itt szavama, hogy majd, amikor Barbie is ráér, akkor valamikor nyáron mehetnénk hozzád. Baklavát is hozzak, jó? Én régen igen voltam kaldor, de amúgy itt nem mernék mindenből egy falatot összeenni. Már nem vagyok olyan fiatal, és nem bírja úgy a hasam. Európai Parlament választás, és az M1-en? És csak az M1-en vetítették? És milyen volt? Őszinte leszek veletek, én ezt most annyira nem vágom. Köszönöm szépen. Kicsit szüneteltettem a politikai témát, amikor Csabbal is
az a Magyar Péteres dolog folyt, és akkor így azzal próbáltam kipápolni, meg igazából most így a budapesti választásokat követem, de azon kívül nem vágom a többit. Pamuka? De 18, igen, igen, bocsi, bocs. Oh, cuki vagy kaldor, de 30 vagyok. Szarbolt nem nevezhető vitának? Közvetítette a Partizán is. Na, majd megnézem. Pont a napokban néztem a Partizánnál a Bolter Csabás videót. És én még soha nem láttam. Te láttad valaha a Gyurcsánynak, meg az Orbánnak a vitáját? 2000... Hanyos ez a vita? 2006? A Gyurcsány megette reggelire az Orbánt. Nagyon érdekes volt ez a videó. Szia, Gombi! Jó néha politikai böjtöt tartani, Luce, igen. Fontos kipápolni, de amúgy jó néha kis szünetet tartani. Ez az róka nyomod, nagyon jó a circle. Ügyes láttál mi majd. Ügyes vagy életem. Megette majdnem mindet a kau. Ezt tudom, Pamunka, ezt követtem, illetve szerintem nem titok, hogy a Ton rám írt, hogy küldene nekem az üdítőjéből, úgyhogy ha hazamegyek és megérkezik, megkóstoljuk streambe, és akkor beszélgetünk az egészről. Igazából még majd neki is mondom, hogy megkóstolnám streambe, de nem minél, hogy nemet mondana. Rugások nem küld. Őt nem ismerem. A Tonnal megismerjük egymást. De így cuki vagy itt szemem, köszönjük szépen. Szia Péter, ez egy promós ajánlat lesz? Ezt hogy érted? Hogy szponzoráció? Igen, a Ton milliókat fizet nekem. Pornós ajánlat. Amúgy természetesen nem. Nem szponzoráció. Egy ismerősöm ajándékba küld nekem üdítőket, és mi elmondjuk brutál őszintén, vagyis én a véleményemet majd róla, meg megbeszéljük ezt az egészet, ahogy a marketing folytnak. Megnézhetjük a videót, mert amúgy azt nem láttam rendesen, csak beletekergettem. Szia Zalán, Klauval vagyok a barátnőmmel. Nem tudom, mire gondolsz, Péter. Hát nyilván, persze. A Ton ezért küldi ki a tartalomgyártó ismerő. Bocsánat, egy rizsa a torkomra ment. Ültünk már török börtönben. Mi van? Szóval természetesen a Ton ezért küldi a tartalom gyártó ismerőseinek. Bocsi. Mert ez is egy promó, hogy az ismerősei barátai kirakják sztoriba. Tehát gondolom, amellett, hogy meg akarja őket ajándékozni, biztos ez is benne van, hogy
hogy neki ez egy tök jó promó, persze. Biztos, hogy sokaknál fogjátok látni. Hi! How are you? Fine, super, okay. It's a stream. TikTok? No, Twitch. Yeah, Twitch. Twitch, yes. Mondjátok neki, hogy hi, hello! Oh. Good day. I'm from Turkey, no, Iraq. Kurdish, I am from Kurdish. Oh, we are from Iraq. Hungary. Iraq. Saddam Hussein, boom. Oh. No. Akkor mégsem hi. Ez kellemes volt. Iraq, boom, oké. Az emberek, halljátok? Mit mond? Semmi. Szedtem csillagokat. Bolondok az emberek. Nem tudom. Azt mondta, hogy Irakból van, és boom, és a kezével imitált egy robbanást. Aztán érezte, hogy kellemetlen, de még mindig itt van mellettem. Na, de én elmegyek a tésztámért, meg dolgokért. Klau, tudod a csetet olvasni? Igen, a telómon, de nálam így fagy be, mert el fog fogni a mobilnetem, és wifi-ra vagyok. Kurdot mondod? Nem értettem mindent, amit mondod. Ha élet, igen, megkattannak néha. Tiszta! Csapóhangot imitált meg a kezével is, de nem valami bombáról? Lehet, hogy teljesen félreértelmezte Klau. Várjatok, bedugom a stabilizálót. Mi a baj, Klaus? Semmi. Parti, mi akarsz? Mikor kezdődik, azt tudjuk? 21:30. Mi 40 percben. Idézet volt az Airplane című filmből. Nézzétek meg, a kisfiút bevezetik egy repülőgép illette főkébe. Azt a pilóta olyan nagyon odaillő kérdéseket kérdez tőle, hogy ültem már törökből a tömbben, de itt lehet, hogy senki nem látta az Airplane-t. Bocsi, nem értettem a kérdést, nem. Én nem láttam, szóval nem értettem ezt a reference, sorry. Be tudod dugni? Na, mindjárt jövök. Bedugtalak titeket. Szia, kisgyerek! Mi látszódik most? A helyed? Micsoda? Az a rész, ennyi a karodból. Meséljetek addig te, amíg nincs egy marcsika, hogy veletek, mi újság van, hogy vagytok, hogy csináltatok ma, mik a tervek nyára, meg ilyesmi. Szia, kincső! Balú, neked igazából szerintem már lassan mindegy, hogy ki, csak valaki. Volt csak való, de sértődj meg. A marcsifle azóta is sípol.
majd úgy is mondja nektek, nem akarom így helyett elmondani, hogy mik vannak, nem tudom, hogy mit meg mennyit akar ezzel kapcsolatban megosztani, szóval ezt majd ő mondja. Egyébként jól vagyunk, minden oké, és nagyon jól érezzük magunkat itt, és olyan durva, hogy ilyen gyorsan telik az idő, de remélhetőleg hamarosan visszatérünk. Nagyon annyira élvezem, tényleg annyira nyugodt vagyok, vagy nem is tudom. De hát ennyit nem szabad hiányozni a munkából, sem meg sem honnan. Tényleg, Luca? Hát, hogyha hívsz, akkor mehetünk. De úgy nem tudom. Jó lenne majd tényleg valami szeptalit is összehozni. Meg azt is várom, hogy mi Magyarországon kirándulgassuk, hogy ilyesmi, azt is nagyon szeretem. Most ne is mondd, Luca. Ha hazamentünk, nekem is tartanom kell egy ilyen óriási nagy takarítás, mert konkrétan úgy hagytuk ott a lakást, mint a bomba robbant volna. Hát lehet kecske, igen, amúgy tényleg benne van ez is a pakliba, hogy minél többször emlegeti az ember, annál inkább figyel rá. Szerintem a Marcs már beállt megfőzni magának, annyi ideje bement. Most már látom, hogy jön, érkezik. Érkezik az asszonyka. Ó, ez most történt. Most láttam, igen. Nálam még a képben egybe van. Nem tölt, mert lemerült. Be van dugva. Nem? De nem világít, hogy tölt. Miért nem? Ennyi volt a stabil? De mindjárt megnézem, most még... Minden rendben? Igen. Hova ment? Eltűnt. Ide jött és eltűnt. Hétvégén nem, hanem kedden, kora reggel megyünk haza, szóval valamikor így hajnalban megy ki a transfer a reptérre, és akkor szerintem nem is fogunk aludni előtte lévő nap. Mert mindig úgy szokott ilyenkor így indulni, hogy ugye megállnak egy különböző kisebb településeken a transferbuszok, és akkor ahányan felférnek a buszra, a szállodákból, azokat így felveszik, és akkor irány a reptér, és mindenkinek ugye hát hasonló időben indulhat a repülő, de van, amikor így több órát kint fogy a reptéren, nem csak ilyen 2-3 órával előtte, hanem több, mert mondjuk úgy tudnak kivinni. Szóval kíváncsi vagyok, majd holnap ezt is megkérdezzük a recepció, hogy mikor jön a transferünk. Jó lenne amúgy még maradni, tényleg. Még vagy egy hetet. Durva lenne amúgy egy törökországi nézőt találni. Na. Szia, Marci. Sziasztok.
Semmit nem mondtál, csak fogtad, raktad a telefont, és elindultál. Azt hittem, hogy csak megkerülsz engem, és egyszer csak eltűntél. Ja, nem, hanem hoztam még kaját, mert na, ez most amúgy nem tudom. Na, sziasztok! Ne haragudjatok, nem tudom mi van. Nem tölt. Úgyhogy ennek nem örülök. Úgyhogy ennyi volt a stabilizátor, de szerintem amúgy is elfogylassa a mobilnet. Hoztam saslik-szerű húsit, de nagyon vicces, mert mindegyiken csak így 3 darabban, meg ilyen krumplit, meg hát pamunka hallod, se fonott sajt volt, már így egy csomó dolgot így elpakoltak, pedig még 20 percig akkor kellett volna lenniük. Se nem volt kék sütemény, úgyhogy ezeket a sütiket hoztam nektek, ja, hogy most meg tudjam. Igen, akkor és az a tészta sem volt már benn. Jó, hogy még akartál lezenyát enni? És azért nem mentél, mert itt a stream. Nem, de gondolom nem töltötték fel. Hát nem inném, hogy feltöltötték. Most nagyon késő jöttünk. Hát ez most, ez egy ilyen nagyon low budget stream lesz. Nem tudom, és velük vannak a szülők, és nem szólnak rá, mert sokadjára látjuk azt, hogy ijesztegetik a macskákat, meg így odarúgnak feléjük, meg ilyenek. Mennyi az idő? Ilyen kis ablak van a kajára? Nem, csak most a stream miatt később jöttünk enni, amúgy egy órával később van, mint otthon. Hú, ez jól meg van égetve. Benézek még, ha ott találok valamit. Na, szelet ennék. Zsír. Úgyhogy a zsírt ennék, ami be van vonva színnel. Szóval 7-től 9-ig van kaja, és most 9 óra lesz. Ez nagyon rossz. Cuki vagy, Hani, köszim. Szia, Lesi, Visi. Telóm is le fog merülni. És hát én azt hittem, hogy van izém. Azt hittem, hogy van töltőm, de nem működik valamiért a powerbank. Szóval ez sad story. Úgyhogy már nem sokáig van stream. A dzsungelpartit nem fogom... Kicsit beleborítottam a sót. A dzsungelpartit nem fogom tudni megmutatni nektek, basszus. Szia, Rebi! Ott most ment le a nap? Igen, egyébként itt szerintem így hamarabb is megy a nap. Nem csak az, hogy itt egy órával később van, hanem... Vagy nem tudom, 8, itt 8-kor megy le a nap. Otthon is 8-kor megy? Hát akkor igen, mert egy órás az eltérés. Nagyon jó, Szabi. Ezek az all-inclusive török hotelek nagyon jók. Show must go. Köszi, Kincső, sajnos nem javul, de így kezdem megszokni ezt a sípolást. Köszönöm. Nagyon előnyös az alulról. Felvétem. Ez a csónak burgonya amúgy nagyon finom, mindent hogy mi ez. Ott mi van még? Elfogyott a mobilnetem. Igen? Nézem, hogy van-e még valami sajnos. Jó. Most jó? Nem lesz jó. Na, hogy... Rere, elfogyott a mobiltünk wifire, de itt meg laggolunk, nem?
folyton ugrál. Jó, srácok, akkor el... Dani, megeszem váratok. Elköszönök, mert a sütátorom is lemerült, a telom is le fog merülni. Ezek szerint nincs powerbankem, pedig én feltöltöttem. És a mobilnetem is elfogadott. Gondoltam, hogy lesznek így problémák, de igazából nem egy ilyen rendes strip. Csak így megmutattam nektek most így a szállodát, meg a dolgokat. Remélem most hallotok belőlem valamennyit. Azért nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És most nem rédelek, de nagyon szépen voltatok, és legközelebb kezek nektek jövő héten. Ezt hallottátok? Megvan nagyjából? Jó, remélem megvan nagyjából, amit mondok. Úgyhogy jövő héten találkozunk. Hát így ez egy mini stream volt, csak hogy szatok meg, hogy ti is lássátok ezeket a dolgokat. A beat, milyen jungle part nektek, ne haragudjatok a süteményt, nem fogjátok látni, pedig nektek hoztam. Pamunka, bocsánat. De itt van, hoztam nektek Dani baklavát is, ezt neked hoztam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és jövő héten találkozunk. Szép estét, jó éjszakát, sziasztok! Megmutatlak. Megmutatlak.